Még egyetlen pillanatig visszatérek ehhez a Word alapok megoldás fájlhoz, mert hogyha itt megnézzük a tabulátorokat, akkor lehet látni, hogy ebben a bekezdésben többfajta tabulátor is el van helyezve. Lehet látni, hogy itt vonalhúzó tabulátort helyeztem el, ez a vonalhúzó tabulátor összesen annyit csinál, függőleges vonalat helyez el a megadott pozícióban. Ennek hatására egy ilyen oszlopos elrendezést kapunk, amely oszlopos elrendezés hasonlít a táblázatokhoz, de nem táblázat. Ha már itt említettem a táblázatokat, minden tabulátorral tagolt szöveget át lehet alakítani táblázattá. Tehát ezt a részt táblázattá lehet konvertálni, ha szeretném. Próbáljuk meg. Ezt a funkciót azonban nem a táblázat, vagy nem a tabulátorokról tudom elérni, hanem a táblázatból, amit a beszúrásban találunk, és szövegből táblázat, és ebben az esetben ő automatikusan észreveszi, hogy hány oszlop, hány sor, és ő megfelelő módon táblázattá alakítja. Ez visszafelé is működik, tehát amikor majd a táblázatokról fogunk tanulni, akkor a táblázatból, kész táblázatból ő ezt vissza tudja alakítani a táblázatot kész táblázatot vissza tudja alakítani tabulátorokkal tagolt szöveggé, amely mindig úgy néz ki, és annyi sora, illetve annyi oszlopa van, hány tabulátor volt az eredeti esetben. Visszamegyek tehát az eredeti feladatra, és most megpróbálok egy olyan elrendezést alkalmazni, amely jó lesz nekem ahhoz, hogy ne kelljen folyton lapozgatnom jobbra-balra. Így elhelyezem a PDF állományt és a szövegfájlt így egymás mellé, és akkor talán mivel is érdemes lenne kezdeni a beállításokkal. Azt mondja, hogy Allowed Altimeter, igen, na akkor állítsuk csak be ezeket a margókat, egyéni margó kell, bal és jobb 2,75 század. Felső 2,5, az alsó 2 cm mindösszesen. Álló papírméret leellenőrizzük, alap A4-es elrendezés, élő fej, élő láb. Azt mondja, hogy nézzük az élő fejet, élő lábat, valahol volt erről szó. Élő fejben mi legyen? Az élőfej méretét nem mondja, jó, és nem is kell, hogy eltérő legyen, függőleges igazítás, felül az rendben van, tehát nincsen vele probléma, igen, jó. Most itt lehet látni megint egyébként, hogy például a függőleges igazítás az egy dokumentumformázás. Na, hát akkor most beállítottuk ezeket a margókat, tehát most már az van érvényben, amit most itt beállítottunk. Én most egy kicsit arrébb megyek, hogy a bal oldalról lássam a szöveget. Be kéne hozni a forrásállományt. Hozzuk be. A forrásállomány a szövegfájlban van, ez az a szövegfáj. Én most kijelölöm az egészet Ctrl-O, tehát Ctrl-A billentyűkkel, Ctrl-C, és Ctrl-V-vel bemásolom, és ahogy azt már mondtam önöknek, én az első, második és harmadik P-ben bízva a másodikba helyeztem el, így előtte is van egy bekezdés, utána is van egy bekezdés. Ezután megnézem, hogy
ugye ezek a beállítások lehetett volna egyébként előtte is, most milyenek. Igen. Behúzás. Jó. Akkor térköz. Van-e még valami? Van-e még valami? 1,15-ös a sorköz, az nem jó, beállítom normálra, és megnézem, azt mondja, hogy mindenhol Times New Romannak kéne lennie, ez nem jó. Mindenhol Times New Romanot keresek, tehát az egészt beállítom. Times New Roman. Az élőfej, élőláb 13, az életrajzi leírások szövege pedig 10 pontos. Egyébként a többiről nem mond semmit, tehát az véletlenül 12, de majd még megnézzük. Ha figyelmesebben olvasom, és a többi pontnál is megnézem a méretet, a betűk méretét, sehol nincsen más méret megadva, úgyhogy alapvetően 10 pontos betűméretből kell kiindulnunk, tehát ezt fogom beállítani alapértelmezett betűméretnek. Az élő fejben az első oldalon a magyar költők életrajza, a második oldalon felvilágosodás és romantika jelenje meg a mintának megfelelő stílussal, elrendezéssel. Jó. És azt kell megnéznem, ugye, hogy hol van, melyik lesz az első, és melyik lesz a második oldal, mert a kettő közé el kell helyeznem egy szakasztörést, különben nem tudom beállítani, hogy különböző legyen az ő élőfejük. Ebből adódik, hogy meg kell keresnünk, hogy az új verzióban ugye hol van a szakasztörés. Próbáljuk megtalálni. Logikailag vagy a nézetben, vagy a lap elrendezésében lehet. Itt most a lap elrendezésében van, és a töréspontok. Ugye tudjuk, hogy töréspontokhoz tartozik, méghozzá szakasztörés, tehát nem oldal. Ott a töréseknél beszéltem többfajta törésről, a hasábtörésről nem beszéltem, majd ott a hasáboknál ezt külön el fogom mondani, hogy az mit jelent. Beszéltem sortörésről, oldaltörésről, mert szakasztörésről, hasábtörésről nem, de hát ezt majd fordulom. Jó, és ebben az esetben, ha ezt megtettük, akkor tudok menni a ő élő fejébe. Hát a következő lépés az élő fejbe lépés. A régebbi verzióban ez a nézetből volt közvetlenül elérhető, itt az nem igazán találjuk. Beszúrás, kezdőlap, majd csak lesz, meg lesz valahol. Itt sincs, keresi az ember, hogy hol van. Aha, tehát a beszúrásban van, egy külön kis részt foglal el, élőfej és élőláb. Na most ezek után, miután megtaláltuk, akkor megnézzük, hogy ugye mit kell elhelyezni. Üres ABC élőfej szerkesztése, ebben felülre megyünk, és oda be kell írnunk, hogy magyar költők, bocsánat, ez már a második szakasz itt mutatja, nekem az előző szakaszra kellene mennem, ide és oda, az előző szakasz, tehát az első szakasz, magyar költők életrajza. Na most ez a 2003-as verzióban ez úgy valósult meg, ez a lépegetés a különböző szakaszok között, hogy volt egy különböző eszköztár, egy egyéni eszköztár az élőfej élőlábnak, és ott lehetett lépegetni a szakaszok között, és úgy beállítani a rávonatkozó. Egyébként ugyanezek az ikonok jelentették ezt, tehát ugyanezeket a műveleteket jelentették.
2003-asban, amit itt ezek az ikonok a 2010-esben. Átmegyek a második szakaszra, tehát most már látom, hogy hol vagyok. Második szakasz, második oldal is egyébként. És most kéne egy nagyon fontos dolog, hogy meg kéne találni ezt a gombot. Hát azt vagy innen aktivizálom, úgy ugyanaz, mint az előző, ezt kinyomom. Vagy innen azt mondom, hogy ne legyen ugyanaz, mint az előző, és most megnézem, még nem ugyanaz, mint az előző, hanem egy egyéni lesz. Azt mondom, hogy felvilágosodás és romantika. Na most a formázása a kettőnek nem is lesz ugyanaz, mert az egyik romantika, az egyik az majd ez egyébként, ez jobbra lesz, a másik pedig balra lesz igazítva, tehát ezt igazíthatjuk jobbra, az előzőt pedig balra. Ugye, tehát itt vagyunk, az előző pedig balra fog igazodni. Na most nem lehetne valahogy megspórolni ezt a sok-sok lépegetést ide-oda? Meg lehet, következő módon. Az új verzióban egyszerűen csak oda kattintok a fejre, illetve a törzsre, szövegtörzsre, és ő tudja, hogy mivel akarok foglalkozni, és simán belelép. Ezt a régiben már nem lehet.